Cerastium tomentosum, a molyhos madárhúr végre ismét szerepel a kertészetem kínálatában. Hát kérem szépen, egészen fantasztikus. Sírokra, sziklakertekre, betonfelületek befutatására egy darab növény óriási területeket tud befuttatni. Hát, nézzék, ilyen. Most ez persze nagyobb cserében van, de 9x9-es cseréphez szoktuk odaírni, hogy ilyen 7-9 tő per négyzetméterenként, de valójában egy is azért befutja, csak nyilván sokkal több idő. Kérem szépen, így néznek ki a molyhos madárhúr állományaim. Hát ugye ez pont megmutatja mindazt, amiért ezt a növényt ültetjük, a gyönyörű szép hambas, ezüstös lombozat a levele miatt, illetve hát ugye a nagyon szép hófehér virága miatt. Nekem annak idején, ahol fölnőttem, ott a nagymamám kertjében volt egy ilyen beton fal maradvány, és ez futotta be. Aztán nem tudom, miért került kiírtásra, mert hogy bogarak voltak alatta, vagy szóval volt valamilyen béna történet, de lényeg az, hogy gyönyörű. Tehát én imádom, nézzék meg itt a páfányok mellett, vagy más akonitum árendzik vannak itt, vagy bármilyen más zöld növény mellett, hogy mennyire jó kontrasztot ad, és mennyire fantasztikus tényleg, amikor így ezzel. És hát itt tényleg egy szőnyeget lehet látni, ez most persze sok növény, de az önök kertjében is, hogyha kiülteti, nagyon szépen elterül, nagyon szépen lefut, és tényleg amikor így lecsünk mondjuk egy ilyen erkéről, vagy egy ilyen sziklakertről, vagy egy ilyen bármilyen állványzatról, ami a gyönyörűen be tudja futni, több négyzetméter képes ez a Cerastium tomentosum így befutni, hogy kérem szépen ilyen csodálatos növényekkel állok a tőlem vásárlók rendelkezésére, az ország bármely pontjára, ezt nagyon szép egyébként szállításra érzékeny növényt, hiszen ugye ezt nem lehet becsomagolni, mert ugye szanaszét törik. Elszállítom önöknek, hogyha a kertészetemből megrendelik ezeket a molyhos madárhúrokat. Én azt mondom, hogy alapnak, talajtakarónak mindenképpen érdemes benne gondolkozni.